Sziasztok! Hi! Okay. Egyszerű veletek lenni, és... It's great to be with you. És tudjátok, az épületben három kazánunk van. And you know, we have three heaters, boilers in the building. És abból általában kettőbe indul. And normally, out of the three, two works. Ami azt jelenti, hogy... Ha bajban vagyunk, akkor az egyik csak fog működni. So it, which means that even if we have in worst case one is working at least. De most csak az egyik indult be. But today only one is working. Ha jól értem, ugye János, még mindig if ugye. I understood it well. Úgyhogy csak imádkozzatok ezért. So keep praying for de this. Milyen hálásak vagyunk azért az egyért, nem? We are so thankful for having that one heater working, izadunk, right? Okay. We are like sweating. Kivéve ha right? Mediterrán származású vagy. Except if you're coming from the Mediterranean area. És tényleg van itt egy vállátogató, Morgan, could you stand for a second? Baltimore-ból így úton, valahonnan, valahova. Or from somewhere. How long are you here for? Just a few days, okay. Csak egy pár napra. Okay, és nagyszerű a gyülekezetben lenni. It's és great to be in the church. És nagyon hálásak vagyunk sok mindenért. And we are thankful for many things. Tényleg a gyülekezet milyen támogatás a családjainknak. And the church is such a support for our family. Arra gondoltam, hogy milyen jó a gyerekeinknek olyan valóban lehet egy Isten szerint való példa előttük. And I thought about our kids that they can see an godly example. Emberek, felnőttek, akik az Úrral járnak. És látják ezeket a felnőtteket, a gyerekeink és a barátaik lehetnek. And our kids see these adults, és ez olyan jó. Vagy most thing. Hétvégén voltunk ezen a házas hétvégén. This weekend we had the marriage seminar. És arra gondoltam, hogy a gyülekezet egy olyan hely, ahol bátorítást kapsz a házasságodnak, amikor and dolgok nem néznek ki olyan jól. I thought about this, that the church is a place where you can get encouragement for your marriage when things are not going well. Egy olyan hely, ahol azt a tanácsot kapod, hogy, hogy ne add fel, menj tovább a házasságoddal, mert értékes, mert fontos. A place where you get encouragement to go on and keep going on and not quit. Hogy megéri helyreállni. Because your marriage is valuable, that it worth rebounding. És ez tényleg nagyszerű, mert annyi hely van, ahol azt mondanák az első problémára, válj el, abortáltasd el a gyereked, nem gond, nem úgy csak csináld, tudod, és annyira hálás vagyok a gyülekezetért, az én gyerekem miatt, mások miatt, tényleg az életetekért, mert arról beszélek, hogy a ti életetek az egy példa. Most hallottam egy aranyos történetet, ilyen 6-8 éves gyerekek ezen a hétvégén volt, vagy előző hétvégén, nem tudom. Nagyiékat látogatták. Visiting their grandmother. A nagyszülőket és mesélte nekem ez a felnőtt, aki ott volt velük, hogy and this adult who was with them was telling me. Hogy Nagyi, figyelj, hát tudod, higgyél Jézusban, mert nem akarom, hogy hiányozzál nekem a mennyben. That the kid was telling grandmother that hey, you should believe because I don't want to miss you when I go to heaven. És csak tudod, csak evangelizáltak. So the kids were winning souls. És aztán utóbb meg ugyanez a felnőtt hallgatta a gyerekeket, ahogy ott ültek a lépcsőn és beszélgettek ott négy gyerek. And later this adult person was listening to the kids as they were sitting on the miről stairs beszélnek. And talking. And he was listening what they were talking és, about. És hát megosztották egymással, hogy Jézus hogyan mentette meg őket, meg mi történt. Csak úgy maguktól. And just by themselves they were sharing with each other how Jesus saved them. És hogy Isten hogyan lépett közben, meg hogyan mentette ki őket bajokból, és arra gondoltam, ilyen szuper, 6-8 éves gyerekek ezt csinálják, ez annyira nagyszerű. Mi is csináljuk, ugye? Ugye csináljuk mi is, csak én most jut eszembe, csak hirtelen belém hasított a gondolat, hogy ugye mi is csináljuk ezt. Te csinálod? Barátaiddal, házastársaddal üssz a lépcsőn, és elmondod, hogy mi történt. És csak most jutott eszembe, így hirtelen. Oké.
Nézzük csak, lesz egy nagyszerű hétvégénk lesz. We will have an awesome weekend. Leszünk Gödöllőn, oké. Okay. Tudjátok, a színdarabunk. Do you know that our hányan, play, hányan nem látták a színdarabot még? Play, how many of you have not seen it? Itt az idő, gyere el Gödöllőre. You should come and see it. De hogy mi a célunk vele? But what is our goal, our purpose with it? Szórakozás. Fun, having fun. Igen, egy értelemben, yes, jól akarjuk, yes, persze, de a fő célunk az az, hogy embereket nyerjünk meg, igaz? Hogy embereket érjünk el. Ez van a szívünkön. És a hétvégén lesz a szombaton a Gödöllői gyülekezet. Kibérelte azt a helyet, és reklámozzák mindenütt, és nagy szükség van imára. Legalábbis Fefe azt mondta nekem, hogy nagy szükség van imára. És különösen az árnyjátékosok azt mondták, hogy nagyon kell, mert hogy van az a vers, hogy hozzátok be a sántákat és a csonkabonkákat, és hogy nekik ott kéne mindenfélét csinálni, úgyhogy szükségük van az imáinkra. És tényleg imádkozhatnánk értük egy pár percet most, nem? De még mielőtt azt tesszük, csak még egy dolgot hadd mondjak. Ezen a hétvégén szintén, azt hiszem, most van a mezőberényi gyülekezetnek a 15. évfordulója, 15 évesek. Milyen nagyszerű, és tartanak egy ünnepet ez alkalomból. Szintén szombaton. Úgyhogy egy csomóan megyünk Gödöllőre, akik különben ott lennénk. Of us are going to Gödöllő, who is supposed to be there at the. Akik szívünk szerint ott lennénk, de. If we could, we could be at Mezőberényben. De ha belegondolunk, tudod, Kocsis Zsolti elkezdett járni oda, Zsolti itt vagy valahol? Kocsis Zsolti started. Hol portán van. Akkor nem tudom, melyik kamerán nézi, de Zsolti, akkor szeretünk. Zsolti elkezdett oda járni sok éve, és aztán megvan ez a kapcsolat, és annyira hálásak vagyunk érte. És ők is lelkeket szeretnének nyerni ezzel, meg megmutatni mindenkinek, amink van. Úgyhogy mi lenne, ha csak 5 perc, csak imádkozzunk egy 5 percet, jó? Imádkozzunk a Mezőberényi Júliért, és főként imádkozzunk a színdarabért, jó? Tényleg csak vedd elő a színészeket, a technikát, a látogatókat, a szíveket, hogy Isten előkészítse őket, hogy utánuk tudjunk menni. Hányan vesztek részt a színdarabban, bármilyen módon, csak tedd fel a kezed, kérlek. És aztán hányan az utógondozásban, csak tartsd fel a kezed, ha bármilyen módon részt veszel a színdarabban, tehát utógondozás, színdarab, akármi, csak tartsd fel a kezed, tudom, fárasztó, de kérlek, jó lenne látni egyszerre az összes kezed, de nem vagytok hajlandók, jó, ha rendben van. Szóval sokan, jó, oké. Okay. Akkor imádkozzunk egy olyan 5 percet, jó, lehetne, csak ragadj meg valakit melletted, és imádkozzunk egy olyan 5 percet ezért, jó? Köszönjük neked.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked a testvéreinket mezőberényben, és imádkozunk, Urunk, kent föl ezt a hétvégét a számukra. Hatalmasan adj nekik nagy örömet, nagyszerű közösséget és szolgálatot, Uram, az evangéliummal, élettel. És kérünk téged a Gödöllői gyülekezetért, adj, Uram, növekedést, adj, Uram, embereket, adj, Uram, szolgálatot. Köszönjük, Istenünk. Áld meg ezt a közösségünket most a Te igédben. Jézus nevében kent föl, bátoríts minket. Amen. 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 Egy Korintus 16-nál vagyunk, és ez egy ez a fejezet az utolsó, az egy korintusi levélben. Lenyűgöző, hogy eljutottunk ide. És ez egy kulcsfontosságú témáról beszél, sok területen. A támogatásról. És nem sok több értelemben, de nézzük meg együtt. So let's check it out together. Az első négy versben the first four verses, Pál a pénzügyi támogatásról beszél, Paul is talking about financial és support. Hogyan gondolkodunk erről. And how do we think about this? Nagy szükség van erre Isten munkájában. There is a great need for this in the work of God. Már beszéltünk arról 1 Korintus 9-ben, hogy a gyülekezet támogatja a szolgálókat, a pásztort, a vezetőket. Erről már volt szó, úgyhogy nem megyünk bele. De például ide illene az a gondolat, hogy a gyülekezet támogatja a missionáriust. És hogyan gondolkodunk erről? És szükséges a dolog. Nagyon szükséges. És értjük, hogy nem tökéletes a dolog. És ez egy fontos dolog nekünk, hogy tudjuk, hogy sok minden nem megy tökéletesen a gyülekezetben, az életünkben, tanításunkban, tudom is én. De úgy vagyunk vele, és Pásztor Fodor beszélt erről a házas hétvégén, bár ezt a verset nem használta Márk 14:8-ban, amikor azt mondja Jézus az asszonyról, hogy miért bántjátok őt, ő megtette, ami tőle telt, megtette, amit tudott. És ez az üzenet, ha emlékeztek, amikor Márk evangéliumán mentünk végig, arról volt egy nagyszerű üzenetünk tavaly, azt hiszem. Hogy megtette, ami tőle telt, és igazán mi is így vagyunk ezzel. És a korintusiaknak Pál mond egy pár gyakorlati elvet, hogyan csinálják, hogyan ne csinálják. Paul shares some technical things with the Corinthians, how they should do it or how they should not do it. De amit értünk, az, hogy nem tökéletes, de megtesszük, ami tőlünk telik. És most utána kérdeztem, egy évben ez a gyülekezet 3 millió forintot ad a missziókra. Ez azt jelenti, egy hihetetlen adakozó gyülekezet vagyunk igazából. És ebben így dicsekszem egy kicsit, mert azt nem tudom, hogy ki más csinálja ezt. De azt tudom, hogy mi csináljuk, és egy kicsit dicsekszünk ezzel. Ha azt mondod, hogy ez büszkeség, akkor 2 Korintus 10:13-at olvas. Azt hiszem, ott van. Hogy egy kicsit dicsekszünk. Mi a hozzáállásunk? És ez egy fontos kérdés. Mondjuk, ha te vagy a misszionárius, aki várod a támogatást, és Pásztor Scheller annak idején tanított minket, beszélt nekünk erről, azt mondta, ott voltunk Finnországban a csapattal, és azt ígérték nekünk, hogy támogatni fognak ennyivel és ennyivel, és aztán nem jött a támogatás. Egyszer csak nem jött a támogatás. Aztán megint nem jött a támogatás. És
elkezdtünk bajban lenni. And then we were in trouble. És aztán emberek egyre inkább bajban lettek a szívükben. And then people started to have trouble in their hearts. Elkezdtek negatívan beszélni, they started to kommunikálni. Talk and communicate nem törődnek velünk, oh, tudod, mit csinálnak, tudod, helytelen, nem this így kéne lennie. Right. És aztán azt mondták, hogy nem. And then they said, no. Nem, mi szeretjük az otthoni gyülekezetünket. Nem. Az otthoni gyülekezetünk az nagyszerű. Szeretnek minket, gondolnak ránk. Biztos oka van, hogy nem tudják küldeni. Nem gond, megvárjuk. Szólunk és megvárjuk. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert ahogy itt látjuk az első négy versben, a dolgok nem tökéletesek. De milyen a szívünk hozzáállása? Kritikus vagyok-e? És ez egy fontos dolog, hogy Kolossé 3-ban azt olvassuk, hogy végezd a szolgálatodat az Úrnak. És aztán mondjuk Anetta elmegy Isztambulba, csak így elméletileg. És ő mit csinál? Végzi a szolgálatát az Úrnak. És a gyülekezet, mi is végezzük a szolgálatunkat az Úrnak, és adunk is az Úrnak, amikor van egy missziós felajánlásunk. És hol van a kapcsolat? És Anettának úgy kell gondolkodnia, hogy én a szolgálatomat az Úrnak végzem, és nem vagyok keserű. Ha nem kapom meg, ha nem az történik, amit várok, akkor nem vagyok keserű. De nyilván, persze, vannak felelősségek, nyilván. De ez egy fontos dolog, hogy hogyan tartom a szívemet távol a keserűségtől. Az ez, hogy én az Úr előtt járok. És még egy dolog, a testvérem is az Úr előtt jár. És majd Isten bánik ővel, azt Isten tudja, hogy mi a kapcsolatuk. És én bízhatok ebben. És én számíthatok erre. És ez nagyon-nagyon nagyon-nagyon időszerű mindig újra meg újra felhozni a szívemben. Azt kell mondanom, hogy várj. Én ezt várnám tőle, vagy azt várnám tőle. Aztán nem ezt teszi, amit várok tőle. És akkor keserű vagyok. Akkor keserű vagyok? És annyira tetszett ez a példa, amit Pastor Scheller mondott nekünk, hogy bevezették, hogy vagy ott Finnországban akkor a 70-es évek elején, közepén, hogy a csapatban vagy pozitívan beszélünk Baltimore-ról, vagy nem. Vagy bocsánat, nem Baltimore volt, akkor még másik volt a szolgálat, nem tudom hol. De vagy pozitívan beszélünk az ott, vagy nem. És miért mondom ezt? Azért, mert nem lehetek keserű. Nem engedhetem meg, hogy bejöjjön a keserűség. Ez az én felelősségem. Ismertem misszionáriusokat, akik ott hagyták Isten szolgálatát. Azt mondták, hogy nem működik a dolog. Nem működik a dolog. Én azt mondanám rá, oké, nem tökéletes, de hűségesek szeretnénk lenni, és növekedni szeretnénk benne. És nagyon sok mindennel így van az életünkben. Ez igazán azt jelenti nekünk, hogy gyülekezetként elkötelezzük magunkat, adunk egy pici pénzt, ezt, amit tudunk, Mark 14:8, amit tudunk, azt megígérjük, hogy adunk picit, és aztán arra figyelünk, hogy azt oda tudjuk adni minden hónapban. És ez annyira nagyszerű, mert láttuk Isten hűségét ebben. Amikor változott valami, vagy volt egy nagyobb szükség, és aztán a gyülekezet akkor többet adott, anélkül, hogy esetleg beszéltünk volna róla. Isten hűséges volt ebben a dologban, és nagyon hálás vagyok ezért. Tényleg megvan az a vetítés? Do we have the slideshow? Megnézhetnénk az összes misszionárisunk, akiket kiküldtünk hosszú távra. Csak nézzük meg egy rövid. Watch this slide. Nagyon gyorsan. Voltam jó képű is.
I used to be handsome. Oké, jó, csak gyorsan, oké. Okay. 51, oké. Okay. Halló, ja, igen, adjunk egy nagy tapsot azon, miért ne? Ez nagyszerű. Van egy jó barátom egy nagy egyházban, egy lelkipásztor. I have a good friend in a great church. Mondtam neki, a preacher. És mondtam neki, hogy eddig olyan 50 misszionárius küldtünk ki. And I told him that we've sent out 50 missionaries. Azt mondja, te jó ég. Oh my gosh. Az 50-szer annyi, mint amennyit mi kiküldtünk az elmúlt 100 évben. That is 50 times more than what we have sent out in the past 100 years. És ez nem olyan jó hír, de hála Istennek, hogy emberek mennek és csinálják. People are going és tényleg tudod, hát ha 10-szer ennyit adnánk, akkor se lenne elég mindenkinek. De mit csinálunk? Megtesszük, ami tőlünk we telik. Amen. Ez az, amit csinálunk. Megjegyezhetek valamit erről? Erről a támogatásról? A második vers végén azt mondja Pál, ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. There be no gatherings when I come. Igen, miért mondta ezt? Why is this, did he say this? Pál el akarta kerülni, hogy neki bármilyen köze legyen a pénzhez. Because Paul didn't want to have any part in this financial thing. Okay, el akarta kerülni, hogy bármi köze legyen a pénzhez, a gyülekezet pénzéhez. He didn't want to be included in the financial things of the church. És egyébként Billy Graham, meg az ő szervezete, ez volt az egyik dolog, amire nagyon figyeltek. They were very much paying attention on hogy ő neki semmi köze ne legyen ehhez. És ugyanígy vagyunk mi is. Hogy nekem, az előjáróknak semmi közünk nincs a pénz kezeléséhez. Nem vesszük a kezünkbe, nem piszkáljuk. Miért? Azért, mert szeretnénk, hogyha világos lenne, hogy nem ez a célunk, hogy ehhez nincs közünk igazából. Úgyhogy mi a legfontosabb a támogatásban, a pénzügyi támogatásban? 14. vers. Verse 14. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Let all your things be done with charity. Okay, mit láttunk eddig ebben a levélben? What could we see so far? A levél elején minden dolgotok egységben menjen végbe. Everything should be done in unity. A második, minden dolgotok second, rendben menjen végbe. Everything should be happen in order. És aztán minden dolgotok szeretetben menjen and végbe. Everything should és be done in charity. Miért adunk? And why miért do támogatunk? Why do we support? Miért állunk mögé embereknek, akik a misszióban vannak? Why do we support people? A szeretet miatt. Nem azért, mert olyan sok plusz pénzünk van, mert nincs. Hanem azért csináljuk, mert szeretjük őket, és mert hisszük, hogy Istennek van egy küldetése, amire el vannak hívva. Hányan nem utáljuk az Anettát? How many of you do not hate Anetta? Okay, nem merem megkérdezni a másikat. Okay. He doesn't dare to ask the second question. Hányan szeretjük az Anettát, mert veszélyes kérdés. How many people love Anetta? Because that's a dangerous question. De mert emberek félreérthetik. Okay. Yeah, because you're pretty. Mert Anetta csinos. És okay. De hogy tudod, miért támogatnánk őt? Why would we support her? Azért, mert szeretjük őt, because mert fontos her, nekünk. Mert a szolgálata jelen nekünk because valamit, és mert a mi nevünkben lesz Isztambulban. And because in our name she will be in Istanbul. Ja, úgyhogy ezért fontos nekünk. This is why. Okay, ez volt a pénzügyi támogatás. Oké, okay, nézzük. Nem ez a teljes kép, nézzük tovább. This is not the whole picture. Az 5-től a 8. versig. From verse 5 till 8.
Ja, igen. Azt mondja, hogy a Pál beszél arról, hogy meglátogatja a gyülekezetet, de most Efézusban marad, és azt mondja igazán, hogy én támogatom a gyülekezetet, hogy a szolgáló támogatja a gyülekezetet. The one who ministers supports the church. És ez valami nagyon súlyos a mi életünkben, valami nagyon komoly dolog az életünkben. And this is something very significant, very important. Hogy hisszük, hogy a gyülekezetnek szüksége van arra, hogy Isten embere szolgáljon ott. That the church needs the servants of God to be serving in the church. És kell, hogy legyenek emberek, akik teszik ezt, akik fel vannak emelve Istentől erre. Megint csak nem vagyunk tökéletesek, itt prédikálunk, nem tökéletesek az üzeneteink nyilván, de bízunk benne, hogy Jeremiás 3:15, hogy Isten ad szíve szerint való pásztorokat a gyülekezetnek. Úgy értem, Pásztor Attila, hölgyek, hányan jártok a Pásztor Atti órájára? Okay, csak nőket kérdeztem, igen, köszönöm. És hányan, okay, megint nem leszek túl bátor, hányan nem utáljátok az órát? Azért vagytok ott, úgyhogy nyilván ez minket. Okay, Pásztor Borci. Or Pastor Borci. Szerintetek Isten szíve szerint való pásztor? Is he according to God's heart? Ó, igen, Pastor Shane. Or Pastor Shane. Igen, tudod, annyira hálásak vagyunk érte. We are so thankful for 50%-ban magyar, annyira hálásak. He is Hungarian, 50%. És nagyon szeretjük őt, nem? Hányunk felé szolgált Pastor Shane bátorítása, csak tényleg. How many of you have been served by him? Isten szíve szerint való pásztor. Pastor Knight. Ja, és itt vannak, és a felesége, és a kisfiúk, és utaznak a 99-es buszon, meg ilyenek, és wow, még nekünk is kultúrsok, képzeld el nekik milyen. De hogy Isten ad nekünk szíve szerint való pásztorokat, amen, és bár itt ülnének a többi pásztorok is, de most nincsenek itt a többiek. De hogy mennyire jelentős ez, hogy Pál ott volt Efézusban, és az jelentős volt a helyi gyülekezetnek, az számított nekik, really, és mondta is Pál, hogy itt maradok, itt maradok egy I'm jó darabig még, pünköstig maradok, azt mondja a 8. versben, és hogy ez egy fontos hely nekem, and ez a szolgálat helye. Megeshet, jól figyelj, mert egy ember értékéről beszélek. Megeshet, hogy nem látod a te szolgálatod értékét. De te Isten embere vagy egy csomó helyzetben. Lehet, hogy te vagy az egyetlen hívő a helységben. Egy oktatáson. Vagy egy piacon. Vagy egy bírósági tárgyaláson. Vagy egy, és lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki képviselheti Isten kegyelmét, Krisztus bevégzett munkáját, az evangéliumot, hogy Jézus megmenthet egy embert, aki hisz benne. És az életed számít. Egy ember élete számít. És még egy dolog, amit látunk ebben a részben, hogy Pál tervezett, és hogy tervezzük az életünket. És persze megvan benne ez a biztonsági szelep. A 7. versben azt mondja, hogy ha az Úr akarja, ha az Úr akarja, van egy tervem, ha az Úr akarja, megcsinálom. És ez rendben van, hogy nem vagyok olyan biztos benne, mert azt mondom, ha az Úr bezárja az ajtót, akkor nem fog megtörténni. De hogy tervezünk-e? És hogy tervezzünk az életünkben? És tervezzük, hogy szolgáljuk az Urat? Vannak dolgok, amik tervezés nélkül is megtörténnek az életemben. Tervezés nélkül is éhes leszek. Tervezés nélkül is kérik az adómat.
Even if I don't plan, they will be asking regarding my taxes. Tervezés nélkül is megöregszem. I will get old even if I don't plan. És lehet, hogy jó dolgok is történnek az emberrel időnként tervezés nélkül. De figyelj, hogyha nem tervezzük, hogy szolgáljuk az Urat, if you're not planning to serve the Lord, akkor meg fog-e történni? Then will it happen? És Józsué 24:15-ben Józsué azt mondja, 24:15, azt mondja Józsué, hogy én és az én házam népe, mi az Urat szolgál. Van egy tervünk. Mi a tervünk? Szolgálni fogjuk az Urat. Szolgálni fogjuk az Urat. És egy értelemben ez nagyon könnyű nekünk. Tele vagyunk szolgálatokkal a gyülekezetünkben. Tele vagyunk evangelizációkkal, az idősek szolgálata, a vasárnapiskola, a Kárisban be lehet segíteni. Mindenhol lehet menni. Mármint börtönben látogató, tehát szolgálni, na úgy értem, nem úgy, hogy odamész, hanem hogy ki is jössz. És tudod, szükség van látogatásra, szükség van bátorításra, szükség van gyakorlati segítségre. Nagyon hálásak vagyunk a testvérekért, akik lepakolták az erkét végre a minap. Balcony. Igen, mert nagy szükségünk volt rá. Really de hogy tervezzük-e, hogy szolgáljuk az Urat. És Pál tervezte. A szolgálat tervei, a szeretet tervei. Az életem letételének. Tervezem, hogy leteszem az életem. Hogy gyártod a terveidet? Tudod, hogy az egyik dolog, amiért a kereszténység unalmassá válik nagyon sokaknak, az ez, do you know that this is why Christianity becomes very boring for many people? Hogy nem tervezek, that they just don't plan, vagy csak azt tervezem, ami biztonságos. Or I only plan what is secure. És nem tervezem azt, ami őrültségnek hangzik. Ez nyugodtan tekints kihívásnak egy értelem. Hogy nekünk azt mondani, hogy mi lenne, ha lenne egy gyülekezetünk Debrecenben? Az egy értelemben az egy őrültség. Mert emberek kellenek hozzá, és pénzt kell rá költeni, és utazni kell oda. Vagy azt mondani, hogy Szabó Ádám, mi lenne, ha elmennél Sepsiszentgyörgyre, vagy Polina, vagy Pásztor Kornél, vagy mi lenne, ha azt mondanánk a Pásztor Barta Attinak, hogy kötelezd el magad Gödöllőre, hey, mikor itt is annyi szükségünk van rá. Vagy akiket láttunk ott, Dici, a Fagyi, a Fruzsina, a Laura, és Vica, és Pásztor Józsi, és ott vannak, és azt mondjuk, hogy menjetek, vagy a Pásztor Szabó Péter. Miért? Azért, mert úgy vagyunk vele, hogy figyelj, egy embernek óriási jelentősége lehet. És könnyű úgy gondolkodnom, hogy az az egy ember, az a pásztor, az az egy ember, az az Anetta, mert ő van elhívva Isztambulba, úgyhogy ő a fontos. De ez az egy ember, tudod, mutató új gyakorlat. With our pointing finger. Az egy ember, that one person, az te magad vagy, is you yourself, aki tényleg megváltoztathat dolgokat, really akinek a szolgálata place, jelenthet valamit, és ne gondold, hogy a te támogatásod valakinek az életében ez jelentéktelen, az imáid nem számítanak, a telefonhívásod, hogy az mellékes. That it's not significant. Annyiszor hallottam, I've heard it so many hogy egy ember sok év múlva azt mondta, tudod, that one person after many years said, egyszer fölhívtál, vagy egyszer leültünk, vagy egyszer imádkoztunk, és soha nem felejtettem el, és annyit jelentett nekem. Tényleg? És tényleg? És ez nem rólam szól. Oké, próbáljuk ki. Vedd elő mutató ujjad. Oké. És csak így magadra, oké? Te, annyira jelent, te, az az egy ember, aki te vagy. Oké, ha más találtál el vele, akkor elrontottad, oké, próbáld újra. Oké, de hogy annyira jelentős az életed. Nem csak a pénzügyi támogatás. Ez nem arról szól, hanem erről szól, hogy van egy szolgálatod, te egy szolgáló vagy, és van itt egy intés erre.
exhortation for this. 13. vers. In verse 13. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Watch you stand fast in faith. Could you like men be strong? Okay, mondd ezt a melletted lévőnek, főleg ha nő. Next person, the person who is next to you. Vigyázz, állj meg a hitben, légy férfi, légy erős. Watch you stand fast in faith. Could you like men be strong? Légy erős, légy férfi. Okay, mit jelent ez? What does this mean? Az, hogy légy kezdeményező. Az, hogy nyiss, hogy tegyél, hogy szolgálj. És vigyázz, légy résen. And be aware. Ne gondold, hogy ez egy langyos nyáresti séta a parkban az egész életünk, hogy erről szól. Hogy erről szól az életünk, hogy andalgunk a Dunaparton Jézussal. Nem, ne gondold, hanem vigyázz. Lesznek dolgok, amik elvisznek, amik félrerángatnak. Emberek, akik félrevezetnek. Ja, hadd jegyezzem meg. A múltkor bejött valaki, és ilyen könyveket osztogatott itt mindenkinek. Egyrészt azt mondanám, hogy légy óvatos. Légy óvatos. A másik meg, hogy nem ajánlanám ezt a könyvet. Drága pásztor Ati itt a mi kedvünkért elolvasta, és azt mondta, hogy bár ne tette volna. De nagyon jól hangzik, nagyon sok minden. De aztán van benne egy, na mindegy, nem számít. Vigyázzatok, legyetek résen, figyeljetek oda, ne vegyétek könnyedén, ne gondoljátok, hogy minden oké, ne gondoljátok, hogy ez csak egy tinglitangli séta. Jönni fognak, tudod, nagy pofonok, amire nem számítasz, és számíts rá. Ez a helyzet, ez az, oké, de mi a részünk? Ez, hogy támogatok. Igen, támogatok. Missionárius, igen, támogatom a gyülekezet, Isten munkáját adok, persze, fontos, de azon túlmenően itt van a testvérem, aki mellettem van, és bátorítom őt, és azt mondom neki, vigyázz, van valaki, aki elvenné a hitedet, van valaki, aki elvenné a szolgálatodat, vigyázz, tervezzünk együtt, legyünk férfiak, csajok, legyünk kezdeme, legyünk bátrak, menjünk előre, és tervezzünk Istennel. Annyira tetszett a minap. Jött a telefonhívás Pásztor Zolihoz. Figyelj, a fiam Budapestre költözik. Someone said my son is moving to Budapest. Úgyhogy vedd a szárnyod alá azonnal. So just take care of him. És az ember azt mondta a fiának. Put him under your wings and right away. And this person said to his son. Hey, tervez, legyél ott a gyülekezetben. Be there in the church. És nem fogjuk zavarba hozni a Tonyt, hogy róla van szó. And we're not gonna embarrass Tony that it's all about him. De az apja ezt csinálta vele. És annyira örülünk neki, hogy benne van a bandában, csak köszönjük a részedet. És hogy miért? And why? Azért, mert tervezzünk. Sok minden nem fog megtörténni, ha nem tervezek az Úrral. Hey, lehet, hogy tervezek valamit, és nem jön össze? Lehet. Lehet, igen. De ha nem tervezem, biztos, hogy nem jön össze. Úgyhogy ilyen egyszerű. Úgyhogy van veszély abban, hogy tervezek valamit? Persze. Van veszély abban, hogy bevállalok valamit? Na. Willing to do something? Yes, sure. Kockáztatok? Igen. That I risk? Yeah. Igen, de a másik oldalról. But on the other hand. Miért ne? Why not? Miért ne? Why not? És csak tegyük ezt. Okay. Az utolsó, a harmadik. And the last one, the third one. A 10-től a 18. versig. From verse 10 till 18. És ez egy érdekes and this is kép. Very interesting. Ez a szolgáló a szolgáló felé. Igazán a prédikátor felé. The preacher to the preacher. A szolgáló felé. The one who ministers to the one who ministers. Ismeritek azt a mondást, lakva ismeri meg az ember a másikat. Do you know this, that you can get to know someone if you live with that person? Volt egy ilyen elképzelés, ami minden hívő ilyen csodálatos. We had this nagyszerű, picture that every single Christian is just oh awesome. Aztán a bibliaiskolás időm alatt éltünk, béreltünk együtt lakásokat, éltem együtt. Living together in the dorm. Pásztor Borcival, with Pastor Borci, Bibarc Petruval, meg ki volt még? The others.
a Peresztei Gergővel, és aztán megtudtam, hogy milyenek a hívek. Okay. És ők is, hogy én milyen vagyok. And they also realized how I am. És egy értelemben, hadd mondjam így. And in a way I would say this. Pastor Shane, nem lakunk együtt, hála Istennek. David, Pastor Shane, we do not live at the same place, thank amen. God. Amen, mondunk mind a ketten hálásak vagyunk, hogy vannak feleségeink. We are so thankful we have our wives. De ha együtt szolgálunk, but if we are ministering together, akkor tudod, akkor jön a surlódás. Then there's this choose. Friction. Tudod, jön a surlódás. Friction. És lesz némi hő termelődik. And then there's some heat that is generated. Mert a surlódás az olyan. Because of the friction. Tudod, és termelődik a hő közöttünk. És ez történhet. Szolgáló és szolgáló között. Ez történhet. Vannak az előjárók, Pastor Dulo, Pastor Barry, Jim, Pastor Bendegúz, aki kikészítette a bokáját, úgyhogy imádkozzatok érte. Amit a sántákról és a csonkabonkákról mondtam, az így egyre igazabb mindannyiunkra. Egyre igazabb. De hogy a legkönnyebb dolog lenne a világon, hogy mi összezördüljünk, és hogy köztünk ne legyen egység, és hogy köztünk ne legyen szeretet, és hogy köztünk ne legyen rend. Miért? Azért, mert együtt szolgálunk. Mert van, hogy nem egyeznek a véleményeink. Mert van, hogy át kell beszélnünk dolgokat, és lehet, hogy éle van valaminek. És ugyanez a szolgálatodban. Gödöllőre jársz, vagy Veszprémbe, vagy Gáborral, Ajkára, vagy Fefével, Kecskemétre, vagy Pastor Berryvel, Szolnokra, vagy Pastor Knight-tal, vagy Debrecenbe, vagy mész valahova szolgálni csapatban, és aztán jön a hőtermelődés, és mit csinált Pál? Okay, először hadd kérdezzem. First let me ask this. Könnyű volt a helyzet? Was the Pálnak? Case easy, the situation? Nem volt no, könnyű. It wasn't easy. Emlékeztek 1 Korintus 3-ban? Voltak korintusiak, akik azt mondták, én a Pálé vagyok, én őt kedvelem. I like him és a másik csapat mit mondott? I prefer him. And the other part of the group said, ki? What? Apollósa, igen. És ha megnézed ezt a pár verset, verses, hogy beszél Pál Apollósról? Nagy szeretettel, nagy építéssel, és nagy bátorítással. És azt mondja, hogy Apollós, az én testvérem, brother, akit szeretek, aki közel love, van hozzám, aki tudod, aki nagyon, aki egy drága testvérem. És Pál ki akarta fejezni, hogy nincs köztünk semmi más, csak szeretet. De tudod, mi történhet? And you know what could happen? Hogy a testvéremmel David, van egy surlódásom a szolgálatban. Igen. És mi történhet? And what could happen? Elkezdek negatívan beszélni róla. Tudod, ez milyen? És mit csinálok? And you know what I do? Példabeszélek 6:19. Proverbs 6:19. Azt mondja, megoszlás szítok a testvérek között. That I'm creating division between the brothers. Úgyhogy mit csinál Pál? And what is Paul doing? Támogatja a testvéreit. He's supporting his brothers. A többi szolgálót. The others who minister. És ez egy olyan elv, amivel tele van a Biblia. És tele van a szívünk igazán, hogy nézd meg Pálnak a példáját, hogy felemeli Timóteust és Apollóst, és Stefanást, vagy hogy hívták a srácot, azt mondja, ő nagyszerű testvér, és Római Levél utolsó fejezet, 16. fejezet, azt mondja ezekre az emberekre, az én szerettem az Úrban, meg a mi segítőnk Krisztusban. Miért beszél így ezekről az emberekről? Tökéletesek? Nem hiszem. Nem hiszem. De nem ez számít igazán, hanem a szívében bátorít és épít. És ez a támogatás, ez annyira fontos nekünk, hogy ebben gondolkodjunk. Hogy van valaki más, aki evangélizál? És mondjuk nem úgy evangélizál, ahogy én. And he doesn't win souls like I do. Én beszélgetek emberekkel. I talk to people. Ő meg lenyomja 5 perc alatt a üzenetet. And he's like, he's done with the message in 5 minutes. És akkor azt mondom. And then I say, ha tudná, hogy kell evangélizálni. If he knew how to do this. Olyan könnyű, nem? It's so olyan simple, könnyen right? Bejön.
olyan könnyen gondolkodom így, és aztán nekiállom kritizálni az üzenetet. Pastor Shane össze-vissza beszél, nem tudja, mit beszél. Pastor Attila túl kemény. Pastor Borci nem mond semmit, csak vicces. Pastor Kende mindent megismétel háromszor. Pastor Knight. Pastor Knight. Nem találok semmi hibát vele. Can I ask your wife? Megkérdeztetem a feleségedet. Hogy azt kérdezi, hogy van-e időm végighallgatni a listát, ha a feleséget kérdezem. Asking if we have time to listen to this, de hogy olyan könnyű erre menni, nem? A világ legkönnyebb dolga. És annyira tetszik ez, hogy ebben a fejezetben itt van ez a három. Mert a pénzügyekkel annyira könnyű kritikussá, keserűvé válni. A szolgálat jellegével, milyen a szolgálat, mit csinál a gyülekezet, mit nem csinál, mit kéne, és aztán egymás. Olyan könnyű nem kritikussá válni. És Pál végig arra bátorít minket, hogy miért nem mondja ki. He doesn't say it out loud. De azt mondja, miért tennénk? But he miért, says, miért tennénk? Why would we do this? És hadd fejezem be ezzel a 9. vers. Mert nagy kapu nyílott meg előttem, for a great door and effectual is opened up. És hasznos, az ellenség is sok. And there are many adversaries. Okay, nagy kapu nyílott meg előttem. A great door hasznos, is open for me. It is effectual. És az ellenség sok. And there are many adversaries. Okay, ez az, ami történik az életünkben mindig. And this is what is happening in Isten our lives. Isten nyit nekünk egy ajtót. God opens the door. Azt mondjuk, yeah, ez az. Bemegyünk rajta, megcsináljuk. Megyünk. We're going. És valóban and hatása really, van a munkának. The work has gondolok a srácokra, vissza a valósághoz szolgálattal. És van egy meghívásuk, azt hiszem mennek Bajára, ha jól tudom. Ott szerveznek nekik egy konferenciát, nem a mi gyülekezetünk nyilván, és ez a célunk igazán, hogy szolgáljunk ezzel. De biztos vagyok benne, hogy nagyon hatékony. És tudod, miben vagyok még biztos? Hogy az ellenség is sok. Biztos vagyok benne, hogyha, mit tudom én, megnézzük a tesókat, akik szolgálnak a háttérben, a hangosítóink, a vetítőink, az internetes közvetítés, a zenészek, hogy nagyon hasznos a szolgálatuk, nem? Nagyon hasznos a szolgálatuk. És még valami. Biztos, nem tudom, nem vagyok benne a szolgálatotokban, de biztos vagyok benne, hogy az ellenség is sok. Mindig így van Isten munkájában. Mindig ebbe futsz bele Isten munkájában. Mindig van egy csomó minden, ami kihívja, és megtámadja. Neki megy a dolognak, és nem szűnik meg. Domján Ádám, a tini szolgálat, és átvette a szolgálatot. Ez a being jött, ez a baleset. És én erre a versre gondoltam. Tudod, az ellenség is sok. Sok a kihívás, sok a próba, és sok a támadás, és mindig van. They are always there. És figyelj, azzal nem tudok semmit tenni, and you know what, hogy lesz-e ellenség, hogy lesz-e támadás this, a szolgálat ellen. Hogy valaki meglop, hogy valaki megtámad, hogy valaki kritizál, hogy valaki hazugságokat ír rólunk az interneten. Tudod, mivel tudok mit csinálni? Hogy én nem akarok az ellenséged lenni. Én nem akarok a szolgálat ellensége lenni. Én nem akarok Isten munkájának az ellensége lenni. Work of God. És miért van ez, hogy, why is it so? Hogy nagy ajtó nyílik, és aztán sok az ellenség. Being opened, and then there are many adversaries. Emlékeztek János 1-ben? Do you remember in first John, mit mond Jézusról? John 1, what it says about Jesus, az 5. versben. In verse 5, azt mondja, hogy it says, a világosság that the light a sötétségben fénylik. Is shining in the darkness. De a sötétség lehet kétféleképpen, nem fogadta be őt, vagy nem győzte le őt.
could say two things that it didn't accept him or didn't overcome him. Okay, hogy és mind a kettő igaz. And both are true. A sötétség nem érti őt. The darkness does not understand him. Okay, vannak emberek, akik soha nem fogják elfogadni a szolgálatunkat, megérteni, hogy miről szól ez az egész. What this whole thing is about. De még egy dolog. But there's another thing. A sötétség nem tudta legyőzni őt. The darkness nem tudta benyelni őt. Overcome him. He couldn't, they could not swallow it. És ez így van velünk is, Isten kegyelméből. Hogy van sok támadás, van sok probléma, de Isten, aki 2 Korintus 4:6-ban képes volt a mi sötét szívünkből az ő világosságát előhozni, az az Isten képes ragyogni ebben a sötét világban. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a pár gondolatot, ezt a csodálatos levelet, a korintusi levelet. Annyira hálásak vagyunk neked, hogy szóltál hozzánk ezeken a fejezeteken keresztül, és felkavarja a szívünket, ha arra gondolunk, amit kommunikáltál felénk. Kérünk téged, hogy írd ezeket a szívünkre, és kérünk téged, hogy bátoríts minket ezekben újra meg újra. Kérünk téged, hogy építs fel bennünket, és kérünk téged, hogy hadd legyünk támogatók. Egyik, másik, harmadik módon mindazokkal, amiket te adtál nekünk. Urum, kérünk, ne menjen végig az életünk, hogy nem érted, élünk benne, hogy nem szolgáljunk téged benne, hogy nem szolgálunk veled benne. Kérünk, Urunk, ha úgy vagy itt ma este, here, hogy nem ismered Jézust, ha úgy nézed a neten, online, hogy nem ismered Jézust, not, him, akkor gyere ő hozzá, hívd őt a szívedbe, ismerd őt meg, ő az egyetlen, aki Isten világosságát képes a szívedbe ültetni. Sok hazugság van ebben a világban. Okkult, varázslás, mindenféle New Age-es dolgok. Nem igazi. Nem igazi. De Jézus az igazi. Gyere ő hozzá a szívedben. Ma este, mondd azt neki most. Ne várj vele, hogy don't Jézus, szükségem van rád. Jesus, kérlek téged, you, ments meg engem. Me. Gyere a szívembe. Légy az én megváltóm. Meg akarlak ismerni téged. Like to get to know you. Adj nekem egy új életet. Give me a new life. Bízom benned. I trust you. Hiszek benned. I believe you. Jézus, Jesus, ments meg engem. Please save me. Ha életedben először imádkoztál így, and if you prayed like this first time in your life, küld nekünk egy e-mailt, hadd örüljünk veled. Email, ha itt vagy, you, and if you are here, akkor amint a gyülekezet imádkozik, kérlek, pillanatra tedd fel a kezed, ha elfogadtad Jézust, légy bátor, tedd fel a kezed, aztán leteheted. Van-e valaki, ha meghoztad ezt a döntést, szeretnénk adni egy csomagot, ami segít elindulni az úton. Van-e valaki ma este? Emeld fel a kezed, kérlek. Rendben. Ennyi, Atyánk, köszönjük neked. Áldunk téged Jézus nevében. Amen. Amen. Okay, kérlek, tartsátok imában a színdarabot. Hányan megyünk Gödöllőre, így a hétvégén emiatt? Okay, hányan mentek Mezőberénybe? Páran mennek oda is. Köszönöm, hogy mentek, nagyon örülök neki. Jó, szuper. Jó, nagyon áldott alkalmak lesznek. És kérlek, tartsátok imában. Aztán vasárnap majd beszámolunk róla, ha nem voltál ott. És tényleg még egy bejelentés, bocsássatok meg, hogy bejelentésekkel rongálom itt az üzenet utolhatásait. I'm sorry for destroying the message.
announcement. Announcements. I'm sorry. Hogy december 3-tól 10-ig from the 3rd of December till the 10th. Van egy tervünk, hogy meglátogatunk egy, hát van egy gyülekezetünk, ahol nincs pásztor. That we have a church where we do not have a pastor. Cipruson. In Cyprus. És ez 2-től 2-ig van. It's from a december 3-tól 10-ig. Tuesday from the 3rd of December till the 10th. Van egy olyan 2-3 hely. We have like two még three places, lehet csatlakozni, so you can join. És a határidő október vége, and the deadline is the end of és October. Körülbelül vízerrel olyan 26 ezer forint körül van and oda-vissza az út. You can get their return ticket. Nyilván for van egy-két más költség ott helyben, stb. But there are other, things you have to pay de there. Pastor Zoli fölállna, mert nem but ismernek Pastor az emberek, jó? A Pásztor Zolinál lehet Pastor jelentkezni, Zoli, hogyha akarsz jönni velünk. És igazából arról fog szólni, hogy bátorítjuk őket, építjük them, őket, szeretgetjük up, őket, evangelizálunk them, velük. December, úgyhogy nyilván nem fürdeni megyünk, December, ha valaki so erre gondolna, akkor azért ne gyere. So if you want that, then don't come, de egy nagyszerű alkalom lesz. It will be a great time. Úgyhogy ez a sunyi kis tervünk, hogy megáldjuk so őket. Oké, hogy vagytok? Rendben vagytok? Are you fine? Milyen volt? Rendben vagyunk? How okay. Okay, szeretném a táblákat 5-től 1-től 10-ig. Oké, csak viccelek. Oké, okay, kérlek, álljatok fel, és énekeljünk egyet and az Úrnak, dicsérjük őt. Üdvözölj valakit, akivel nem találkoztál, csak áldjuk az Urat, áldjuk meg egymást, és járjunk ő vele. Halleluja.